A megméretetés második fordulójában 8 csoport mérte összetudását. A háromfős társaságok az ország különböző részeiből érkeztek Szekszárdra. A Dunántúlt, a tapolcai és a zalaegerszegi gimnazisták, Budapestet 2 középiskola, míg az alföldi régiót 4 intézmény tanulói képviselték. Az idén 14. alkalommal rendezte meg a Garay János Gimnázium ezt az országos anyanyelvi versenyt. Mindig arra törekszünk, hogy ne csak a tárgyi tudás és a kreativitás, hanem egy kicsit a diákoknak a digitális kompetenciája is helyet kapjon ebben a versenyben. És így próbáltuk összeállítani ennek a fordulónak a feladatait. A válogatóban, amelyre 21 csapat jelentkezett, 2 típusú feladatot készítettünk el. Az egyik egy pecsakucsa előadás volt, amelyben arra kértük a diákokat, hogy Radnóti eklogáihoz kapcsolódóan készítsenek egy 10 diából álló képsort, és azt alámondással illusztrálják. Egy diához 20 másodperces alámondást készíthettek. Ehhez kapcsolódott itt az egyik feladat, a mai döntőn az egyik feladat, amikor is az egymás diáihoz kellett készíteniük ugyanilyen képalámondásokat, és így egy kicsit megnézhették a nézőpontoknak a különbségét is. A másik feladat az első fordulóban gyűjtőmunka volt, ott Radnóti metaforikus kifejezéseit kellett a diákoknak összegyűjteni. A döntőben további 2 feladatot kellett ma megoldaniuk, mindegyik kreatív írással kapcsolódott, illetve a vizuális kultúrához is. Az egyik kreatív írásos feladat az egy SMS készítés vagy chat szöveg készítése volt Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni levelezésére utalva. Egy SMS generátorral készíthették el ezt a fiatalok, kaptak hozzá egy Radnóti naplóból származó életrajzi részletet, illetve 2 szakkifejezést, amelyet Radnóti a Kafka Margitról írt tanulmányában alkalmazott. Az individumtól kezdve az anzsamanig nagyon széles volt a paletta, ezt be kellett építeniük az SMS nyelvébe. A harmadik feladat pedig egy intertextualitással kapcsolatos feladat volt. Egy Radnóti verset egy másik verssel kellett összefüggésbe hozniuk, és ez alapján egy mémet készíteni, amely maga is egy intertextuális műfaj, és napjainkban azt gondolom, hogy a tömegkultúrában is igen elterjedt. Úgy láttuk, hogy nagyon élvezték a diákok ezeket a feladatokat, mi is nagyon jól szórakoztunk, és reméljük, hogy emellett méltó emléket is állítottunk Radnóti Miklósnak, aki most azért lett ennek a versenynek a témája, mert a halálának a 80. évfordulójáról emlékezünk meg az idén. Nagyon ritkán szoktunk ilyet tenni, inkább születési évfordulóhoz kötődően szoktunk választani témát, de mivel Radnóti egész életműve valójában 2 haláleset közé ékelődik, és hogy a legborzalmasabb dolgokról is a szelídség nyelvén ír, ezért azt gondoltuk, hogy ez az alkalom is méltó lesz az ő költői nyelvének. Radnóti életművét adtuk meg szakirodalomként, illetve a pecsakucsa előadás a Radnóti eklogákhoz kapcsolódott, tehát ezeket a témákat kellett nekik előzetesen átnézni, vagy egyáltalán elolvasni, hiszen vannak a versenyzők között 9-es és 10-es diákok is, Radnóti pedig 12-es tananyag, tehát a kisebbek, alacsonyabb évfolyamra járók picit hátrányosabb helyzetből indultak, tehát a felkészítő tanárnak is nagy szerepe volt abban, hogy ezeket a feladatokat meg tudják oldani. Ennek ellenére 21 csapat jelentkezett, és 8-an jutottak be a döntőbe, úgyhogy nagyon jó volt a válogató is. És a másik pedig, hogy a versenynek a döntőjére is adtunk külön szakirodalmat, például a mémhez kapcsolódóan az intertextualitásról olvashattak a diákok, és az itteni feladatokat pedig a szakirodalmak alapján meg tudták oldani. A verseny oldott, nagyon jó hangulatban zajlott. Ezt igazolják a diákok visszajelzései is. Én első alkalommal veszek részt ezen a versenyen, először hallottam róla az irodalom tanáromtól, nem tudom, hogy én Békéscsabáról származom, nem tudom, hogy a mi iskolánkból, a belvárosi általános iskola és gimnáziumban jöttem már osztály vagy csapat erre a versenyre. Mi elsőnek vagyunk itt a csapatommal, nagyon tetszett a verseny, a kreatív feladatok nagyon jól megoldottuk én szerintem a mi tudásunk az szerint, ugye mi 9-esek vagyunk és megpróbáltuk a maximumot kihozni a tudásunkba. Én nagyon szeretem az irodalmat és a nyelvtan, mind a kettőt. Szerencsére jó is vagyok belőle, ezt elmondhatom. És én nagyon fontosnak tartom az anyanyelvünket gyakorolni, és ilyen versenyek rendezése erre is jó például, hogy itt megnyilvánítsuk, hogy mennyire is szép ez a magyar nyelv. A Panni és a Fiúk nevű csapat 3 tagját kérdeztük az anyanyelvi megmérettetésről.
úgy gondolom, hogy a magyar nyelv művelése az nagyon fontos minden embernek. Legalábbis a én generációmban kevés ember gondolja szerintem ezt így, hogy ez fontos lehet, de én mégis azt gondolom, hogy én örülök, hogy magyar nyelven tudok beszélni, hogy én ki tudom fejezni magam színesen, és hogy ezáltal egy magasabb intellektuális szinten tudok beszélgetéseket folytatni emberekkel. Nagyon jól éreztem magam itt igazából, nagyon örültem, hogy a lexikális tudás mellett a kreativitásnak is teret adtak itt ezen a versenyen, és örülök, hogy végül is a tanárnő unszolgatására el is indultunk ezen. Szerintem is fontos az anyanyelv ápolása, főleg manapság, amikor a szociális médiákban egyre inkább teret hódít az angol nyelv, és a fiatalok is már szinte annyit beszélnek angolul, mint magyarul. És hát én is nagyon örülök, hogy magyar az anyanyelvem, mert ha nem magyar lenne, akkor elég nehéz lett volna megtanulni. És hát ugye minél nagyobb az ember szókincse, annál gazdagabbak a gondolatai. Úgyhogy örülök, hogy tudok magyarul. Három fő feladat volt. Az elsőben egy PPT-t kellett kommentálnunk, és minden diára 20 másodpercünk volt. A másodikban egy SMS-váltást kellett leírnunk Gyarmati Fanni és Radnóti Miklós között a mai nyelv használattal. A harmadikban pedig verset kellett felismerni és mimet gyártani. Úgyhogy látszik, hogy a mai generációra igazították a feladatokat. Én nagyon meglepődtem egyébként, mert nem a tárgyi lexikális tudásra épült az egész verseny, hanem kreatív feladatok voltak, mindez kellett egy bizonyos digitális kompetencia is, mert mindez kellett alkalmazni telefont, számítógépet, és én nagyon élveztem a versenyt. Ugye két fordulóból állt a verseny, és az első forduló az egy önállóan otthon kidolgozható fordulót foglalt magába. Ott mindenkinek szépen leosztottuk a feladatokat, azzal foglalkoztunk egy keveset, volt rá több hónapunk, tehát ott nem kellett sietni. Itt a második forduló előtt pedig egy bizonyos mennyiségű szakirodalmat kellett előtte elolvasnunk, és ezzel készültünk tulajdonképpen. A sikeres rendezvény nyertes pályázatából NTP TMV 23-0063 a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott Nemzeti Tehetségprogram keretében valósult meg a Szekszári Garai János Gimnázium és a PTI és Gyula Pedagógus Képző Kar szervezésében.